Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a mai Baracsabas árvízmérkőzést fogjuk majd látni. Előtte egy pár gondolatot megosztanék önökkel. Baracsa Fejér megyei első osztály 11. helyén szerepel, a Zabos árvíz pedig sereghajtóként mögöttünk. Van mit visszavágnunk a Abas árvíznak, az ősszel Abán kikaptunk tőlük. A tavalyi bajnokságban ők vették el tőlünk a bajnoki címet, de hát ilyen az élet, és sajnos nem tudtunk akkor mit kezdeni, de visszahozta azt, hogy mi biztos benn maradók vagyunk már a megyei első osztályba, ők meg nagyon úgy néz ki, hogy búcsúznak innen a megyei első osztálytól. Hál' Istennek a mi csapatunk annyira össze van állítva, hogy a bajnoki ponttáblázat 11. helyén szereplünk, ahol 30 pontot tudtunk összeszedni. Ez annyira elég, hogy az utánunk lévő csapatnak 14 pont lemaradása van. Én nagyon bízom a fiú elszántságában, és abban, hogy a mai mérkőzésen visszavágnak a bának, és tovább növeljük a pontjainkat. Talán ezt vártuk, ami lett, de azért féltünk tőle egy kicsit. Nem is az, hogy féltünk, inkább azért bíztunk benne, hogy így fog történni, de azért tiszteltük annyira az ellenfelet, hogy azért nem becsültük őket. Talán ez azért az elején meg is látszott. Egy kicsit álmosan kezdtünk, de hál' Istennek az első helyzetünket berúgtuk, onnantól kezdve, hogy nyugodtan játszhattunk.
helyzetek alapján szerintem kétszer ennyi is lehetett volna nyugodtan a mérkőzés. Mennyire vagy elégedett a csapat teljesítményével? Hát egy két oldalú, az egy edző sose lehet vele elégedett, én sem vagyok az a típus rá, aki elégedett lennénk, mert nekem mindig még többet akarok, de relatív azt nyújtottuk, amit kell, tehát maga biztosak voltunk, jól játszottunk, megérdemlik a dicséretet érte.